Kedves nézők, Kefalónia Skála, Paradise Hotel, vagy apartment, első emelet hatos szoba, kuplerály van, egy gyönyörű szép nagy erkélyen van, utcafront, villák, és apartmanok. Megyek a boltba. Nem pakoltam ki. Ezek a borzalmas szar. Elképesztően szar ajtó. Tehát földszint, nem pence, nulladik, első, második. Szerintem négy biztosan itt törte a lábát a hölgy. Sajnos papucsba jött fel. Tulajdonos, hogy lakik lent. Szerintem a legjobb szoba egyikét kaptuk. Én legalábbis. A hosszú magányos útra indultál? Boldva vagyok. Hogy javulva? Oké. Össze-vissza klímák. Akkor hatalmas. Megyek a boltba. A boltba, jól van. Erre a szigetúrára te nem jelentkeztél hétfőn. Zakynthoszra nem, hétfőn nem. De erre. Hétfőn megyek, igen. Hétfőn. Ez nagyon jó ez a szigetúra, csak igen, én voltam már. Cseppkőbarlang az nem érdekel, a víznyelő sem érdekel. A víznyelő az máshol van. A azt tudom, barlang. Hogy máshol van, mert hajókáztam is ott benne, de... Melisszáni barlang, az nem érdekel. No, hát ez. Mirtusz az igen, Algosztól így van is. Jó. Víznyelőket is láttam, inkább ez érdekelt volna ez a templom. A kolostor, uh-huh. És a borkostolás. Ez nagyon jó. Meg igen. Maga az út nagyon szép, gyönyörű. Igen. Az út az nagyon jó, csak nagyon félelmetes. Úgy féltem, hogy nem mertem lenézni, hát nagyon-nagyon szakadékos és nagyon keskeny utak. Hát autóval megyünk pedig. Hát ott megyünk autóval, de ez hatalmas busz volt, és ugye a buszba is föntülsz, és akkor lefele látsz, akkor... Te akkor holnap nem jön akkor? Holnap nem megyek. Jöjjön már. Uh-huh. Menjek? Ígérem, mert nem kell ülnie, nem a Kacsi bácsi mellé. Kacsi bácsi nem megy erre. Tudjuk. Azért ő megyek. Csak a hajó útra megy. Zakynthoszra, hál' Istennek, oda én nem megyek. Aha. Hát erre meg erre a borkóstolásra, arra igen, mert vennék, van nagyon mézédes boruk, az szinte likőrbor, na olyat vennék egyet. Én olívaolajra pályázom. Olívaolaj, igen. Azt minden akarok haza majd. Azt én is, mert én minden hónapban megiszok egy litert. Olívaolajat? Én minden este pirítós teszek, és olívaolajjal locsolom minden este. Az anyám ideges. És nagyon finom. Nagyon. Az anyám ideges. És nem fáj se lábam, semmi. Mert az olívaolajt, ezeket a kocsonyás részeket, igen. Meg olajozza a ízületeket. Annyi olívaolaj az világon nincsen. Amit én meg tudok enni. Na, azért mondom, hogy én is minden nap azt teszek. De én nem eszek, az a baj, de fáj is, nekem most is fáj a bokám. Azért megyek sétálni. Majd. Aha, olívaolajat. Az anyám, nem is gondoltam volna. Olívaolajat, ezt mondta egy higiénikus doktornőnk is, az is minden nap egy kanál olajat megevett, és azt mondta, hogy egyedül ez az, ami úgy beépül, meg a kocsonyás részek, a körömpörgő, meg az ilyen. Amiben van ez a kocsonyás rész, bőr, meg ilyen.
Az a baj, odahaza nincs boltokban eredeti olívaolaj. Az mind kivétel nélkül, mind sokadik ütésű, vegyszerre hígított, stb. Eredeti olívaolaj csak itt van termelőnél. Ha Olaszországban egy ismerősöm, neki a barátnője Oliva Farmer, ő minden hónapban kap egy 5 literessel, meg vesz egy 20 literest. Nem is panaszkodott még. Na, azért mondom, hogy minden nap azt teszek. Igen, hát ezt is el tudtuk volna vinni a jó öreg Toyotát. Aha. Az öreg. Öregé. Igen. Ja, pont elég. Ilyen, ezzel többet kereste lehet, mint a parkolózás. Biztos vagyok benne. Lenne 3-4 ilyen autója. 50 euró per nap. Kész. Igen, azért vannak, mert mind eléggé már valamilyen részes érült. Persze, de az autó legalább... Szűk utcák, meg ezek a... Hát szerintem... Utak. Ez egy 98-as jármű. Így ránézésre. Nem bírják. Persze, hogy itt olyan autót vesznek, ami bírja a strapát. Igen, meg nem rohad. Nem rohad. Nincs is neki esélye. Gyerünk a boltba. Gyönyörű szép. Lilla. Alsó szint, felső szint. Menem a parfan. Ez is lakóház. Nincs hangrosszal, foglál meleget. Három klíma. Jön el jelent. Hozz a parfümöt is. Öreg Jaguar. Öreg Merci. A parkban. 20 óra ez a parkban. Hoztam a sapkámat. Hát érdem bukáma. Ezek hol is hozzá? Jó, szület. Találta a görög állam, hogy lakás helyzetnek javítására a parkolókat inkább adja ki lakásnak. Szerintem a klímán is keresnek. Ez nagyon jó, de
olyat akartam venni, valami kalitát. Macska mindenütt. Kukáznak a macsok. Macsekok. Jó idő a doktor bácsi háza. Szerintem ez még a régi, eredeti. Nem még eredeti. Még eredeti nem adta.
Kefalónia szkála. Szeptember 22, 11 óra 30 perc. Hát fúj a légi a szél. Örülöm. Ennyire. Szerintem ez egyik eddig legjobb strand. Mert nem mélyül hirtelen. Kicsit kavisos ugye, de még tűrhető. Hát én nem bírtam aludni. Szomszédom volt. Ide értem, ő már otthon volt. Sűrű, nagyon sűrű. Vannak ezek a néhány helyen, néhány olyan oldal, ahol a lászpítozásokat hirdetik, hogy befizeted pénteken, és akkor hétfőn lehet menni. És olyanok vannak. Nincs ilyen szabadosra gondoltunk, lászpítás, tudod, ami olcsó. Vannak olyanok, hogy 4 csillagos szállodában mondjuk 360, és akkor 150 el lehet vinni. Ilyen nagy igényeim nincsenek, mert én el vagyok a kis egyszerű kétkemben, és jó ez. Ezért állok így, hogy a bokámat húzom és a szalagokat mozgatom. Nem, ha már a homokban nem tudok felállni. És be kell most mozgatni úgy a bokámat, hogy ha én most leülök, lefekszek, akkor fölbírek állni. Tehát amivel most belekerült ez a hölgy, én abban benne vagyok 20 éve. 18. 18 és fél éve. Ugyanitt? Igen. Valahol itt a parton. Az a bolyasor vajon mi lenne? A vízimentőnek a kifutó pályája? Igen, igen. Igen, valószínűleg, hogy a hajók azon belül nem jöhetnek valószínűleg. És a mezei ember sem menjen kijebb, igen. Nem. A Zakynthos, akkor de, onnan. Gondolom, mert láttam a Igen. Mi a Péreuszi csatorna az ott van. Péreuszi csatorna. Tehát mi átjöttünk a Korinthoszi öblön. Átjöttünk. Az. Tehát ott van az a nagy híd, amit ugye franciák építettek. De meg függő híd. Valami 5 kilométer hosszú. Fizetős. Hát úgy, mint állam. Ott van zárnél a jövőhely. Ja. És kollega úr, milyen jó lebeg benne. Én nem bírok lebegni. Igen, ő sem. Nem.
Jó reggelt kívánok! Kefalóni a Szkála. Felkelte. Helyidő 7:43. Itt emberséges időszámítás van. Nem az az elbaszott, mint odahaza Magyarországon. Érdekes, hogy Erdélyben is ez az elbaszott időszámítás van, hanem mint a görögöknél. Hogy gebedjenek meg a trádak. Nem hiába nem szeretik a németeket itt Kefalónián, mert ott pattant ki először ez az óratologatás. Úgyhogy Magyarországon nagyon jó lenne, hogyha a román időszámításhoz etnék be, meg a Gergelyt és ez a görögöt. A napi órára gondoltam. Látszik. Meg kell állapítani rajtam kívül, senki sem tartotta be a szabályokat. Kettős folyamatos elválasztó vonal. Felezővonalat átlépve 30-as sebességhatár, 80 km sebességgel átlépve előztek meg. Oda az a jogsiát elvették volna helybe. Adót azt nem akar fizetni. Nyugtát nem ad, számlát nem ad. Csak a jobb helyeken. Ennek is oda van a szilantja, féltengely, gömcsukló. Gyakorlatilag megveszi olajat, vagy vizet, vagy benzint rabbola. Benzin rohadt drága, 1,80. Az autórendszám is. Egy biztos olyan helyen senki sem menjen étterembe, ahol apartman van. Olyan helyet keresni, ahol nincs apartman, legalábbis csoportosan. Sokkal olcsóbb. 18 euró egy kalamári frekventált helyeken, tőlebb 10-es értem, és dupla mennyiséget, hanem triplát. Kipróbáltam a parmezán salátát, a rakett parmezánt, a krétai salátát is. Sokkal olcsóbb. Na, oliva bunt. Ez a bakeri. Majd olivalajét jövök, mert az kell. Van az a helyi görögök. Thank you.
két szépség van ebben a nyomvat városban. A tenger, meg a templom. Pálmafával. Ilyen úgy régi taligák vannak. Ezzel járnak a farmra. Pálma. Itt a templom. Itt ha van bárki, bemehet. Bakeri. September 24, 7:50. Scala, Kefalonia. Napfelkelte. Tenger. Roncsautó. Templom, pálmafa. Akkor felkelő nap. Élet a piac téren. Busz. Várják az angolok a buszt. Jönnek belőlük iskolába. Elfelejtettem mondani, hogy Scala, hogy mindig reggel napfelkeltett a pénység hátul. Ezek lehet, hogy miaink. Vannak rengeteg a magányos nő. Egyedül jön. Rengeteg. Pacák is. Például én is egyedül jöttem. Hatalmas fa, nem tudom milyen, valami tujafaszerűség. Pálmafa. Nagyon veszik a kilátást. Ilyet is lehet bérelni. Van ebből piros kék zöld, hatalmasak. Tobozos minden. Kis autó, nagy autó, közepes autó. Ha jó állapotban látsz egy autót, biztos, hogy bérautó. Ezt már rájöttem.